A kétnapos képzés egyik napján munkaadóknak fogunk képzést tartani, szintén magyarországi példákat felhozva, ehhez kapcsolódva a szerbiai jogrendszer, illetve azok a lehetőségek, mint munkaadók, hogy milyen juttatásokban részesülhetnének az ország részéről, illetve hogy milyen pályázási lehetőségek vannak azoknak a személyeknek, akik bármilyen szempontból hátrányos személyek közé sorolhatók. A második nap pedig azoknak a személyeknek és civil szervezeteknek lesz képzés, akik kézműves termékek előállításával foglalkoznak, illetve azok a személyeknek, akik bármilyen szempontból szintén hátrányos helyzetűek, megszámítanak, tehát úgy testileg, szellemileg, vagy korcsoportba annyira fiatal, vagy 50 éven fölüli nők például, vagy kismamák, akik most érnek vissza a munkaerőpiacra, tehát ezeknek a személyeknek, hogy tudnak beilleszkedni, milyen lehetőségeik vannak.